vendégem olyas valaki, akiről én most tudtam meg, hogy diákkorában Cirikének becézték a társai, mert egy olyan ember volt, hogyha felszólították véletlenül felelni, kiesett a padból, meg elfelejtette az anyagot, de teljesen. De most ehhez képest színész lett belőle, amit ő sem gondolt volna még akkor. Fogadják szeretettel Máté Erzsit! Azért, mert hogy kíváncsiak rám vagy egyáltalán. De most nem ízél a magamat, itt eljárszom, de tényleg jól esik. Köszönöm szépen, ennyit erről, jó. Erzsike megtiltott, hogy azt mondjam, hogy Erzsike néni. Hogy nagyon Linda drága. Hogy megtiltotta, hogy nénizzem. Úgyhogy csak úgy szólítom, hogy Erzsike. Igen. Jó? Erzsike tudja, hogy úgy szokott lenni, hogy mindig nézünk színdarabokból részleteket, bejátszások, igen. És el is kezdjük ezzel. Én azt mondom, hogy kezdjük videón ezt a mai napot, és úgy javaslom, hogy ez az egyik kedvenc kabaré jelenete, amiben szerepel. Jaj, úgyhogy kezdjük azzal. Maga válogatta össze. Én, ezt most én, igen. Jó. Majd csak. Írj a balagére! Ezt a papíros képvét... Nem is kiabálj vele. Én is csak mondom, hogy írja alá. Hát, mit írjak alá? A nevét írja. Na, írja. Melyiket? Hogy melyiket? Félnél van? Nem vagyok jelenleg. Na, akkor írja a lánykori nevét. Na, írja már. Azt, hogy Tombor Bözse? Akkor is azt írjam alá, ha már nem vagyok jáj. Nénikém, a hatóságot nem érdekli, hogy maga jány, vagy asszony, csak hogy férnél van, vagy nem. Na, hogy volnék, amikor özvegy vagyok? Ja, úgy, hát akkor írja alá a volt ura nevét, és írja mellé azt, hogy özvegy. Melyik uram én? Meg hód vagy, aki még eleve. Hogy el? Hány uram volt magának? Kettő? Miért volna kettő, amikor egy volt? Meg az előbb minek volt, hogy kettő volt? Mert igazság szerint kettő is volt. Ja, és nem ne szégyenlősködjék itt. Most egy volt, vagy kettő volt? Egy volt, aki hites. Szóval akivel törvényes házasságban éltek, na csak, hogy itt tartunk már, hát akkor annak a nevét írja oda. Mert az egyik volt hites, a másik meg csak úgy volt. De az, hogy csak úgy volt! Csak úgy volt? Mi volt? De volt! Úgy volt, hogy összeáll! Szóval nem törvényes házasságban éltek? Ha lehetett volna törvényes, aki nem akart vele megesküdni. Hogy az a keserves, hát akkor írja alá az első hites ura nevét, aki meghalt, és akitől maga azt mondja, hogy özvegy. Tessék! Csak hogy az első hites uram nem volt. Hát néni, akkor maga nem özvegy. A másik uramtól vagyok özvegy, aki nem hites. A hites fő meg elvált, mi? Ott a gazember, a ripők lelkű, a tetves. Ez az nem fontos. Külön élnek? Dehogy kérem, együtt élek a valagon alja. Értem, ilyen szalakat itt nem lehet használni. Na. Szóval most együtt él azzal a ganajjal, hát akarom mondani az első hites urával. Együtt, de nem jól! Tessék elhinni, ganaj ember az! Hogy hívják? Tombor Bözse! Ne kezdjük előről, ne kezdjük előről! Az első hites urának mi a neve? Nemes Mihály Antal! Na végre, csak hogy itt tartunk már, hát akkor annak a nevét írja oda, és menjen szépen haza! Most nem baj, hogy az első hites uram, ha nem vagyok megesküdve! Hát, hogy nincs megesküdve! Úgy, hogy mikor a kertek olyan jól esemel, mégis csak elvártam tüle! Hogyan? Békibe! Nem azt kérdeztem, hanem törvény!
törvényesen, már csak úgy szétmentek. Törvényesen, Arkan, törvényesen, csak neki a bájom. De hát attól, hogy elvár, még aláírhatja, hogy Nemes Mihály Antalné. Na írja már. De most már nem vagyok Nemes Mihály Antalné. De miért nem? Miután meggondoltuk a jó dolgot, ugye összeálltunk a második urammal. Kivel állt össze maga? Maga, drága, aranyos öreganyám! A második urammal! Hát nem azt mondta, hogy a második férje elhúny! Az első uram hult meg, nem a második! De minek mondta magyaráztait, hogy az első hites urával él? Mert a második férje volt nekem az első hites uram! Háj! Érzem, hogy kiújul a gyomorfekélyem. Szóval maga az első hites ura második felesége, második felesége az első hites urának, akinek a törvénytelen, ha menjen a fenébe! Írjon, amit akar! Írja alá a Jánykori nevét, csak hívja már, de nem állok jót magamért! Egészet egybe írja! Jó! Az egészet így írja alá! Hát ezt azért gondoltam, hogy érdemes megmutatni, mert ön is elmondta egy helyütt, hogy ezt tényleg szereti, és akárkit megkérdezek, mindenkinek ez az első mondata. Borzol. Hát, miért? Nem arra, ugye 60 évet töltöttem a pályán, vagy ki tudja, 48-ban végeztem a színiiskolát, akadémiát nem vettek fel. Volt egy ilyen színészképző iskola Dohány utcában, nagyon jó tanárai voltak, hogy egy 3 éves iskola volt akkor 48-tól, igen, 45-től 48-ig, Várkonyi Zoltán volt a tanárom, Gobbi Hilda, Rátkai Márton, szóval egy kiváló tanárok. Mit akartam ezzel mondani? Azt valami úgy kezdte, hogy ez borzalmas. Hogy borzalmas, hogy ezzel említik, és akkor az ember elindul egy pályán, és elkezdi az egyik szerepe, az első szerepe, az az éjjeli menedéke, Nástya. Hát egy csodálatos darab, ismerik. A Nástya egy kiváló szerep. Utána elkerülök, és különböző nagy szerepeket játszok évtizedeken keresztül. És tudom, halálom után ez lesz. Ja, az a nő, tudod, aki az a nem tudok írni, aki mondtam. Nem nézem le, könnyű műfaj nem könnyű. Örömet szerezni az embereknek, nevetés, jó. De lehet, hogy elszomorodtam ezzel. Nincs igazam? Nem tudom. Miért nem úgy emlékeznek, hogy tők is van, most nem egyébként akar hozni a dolgokat egyensúlyba. De az ennél a Lukács Margit egy nagy radikál, gyönyörű orgánum, tők is Anna, Ultima, engem, hogy mindenkihez fűződik valami. Így kell elmennem a földről, hogy nem tudok írni vele a parasztot. Azért mondtam, hogy borzasztó. Érthető ez a furcsaság? Abszolút érthető. Ezt meg is akartam kérdezni. Bejártalak majd valamit a halálom után, és akkor leadják ezt. Emlékezzünk. Nem, ez teljesen érdekes, ahogy mondani. Nem rossz névesek, elszomorodtam. Hiszen maga is ez a kedvenc darabja. Nekem? Igen, de egyik kedvenc, nem? Alinda. Nem. Nem. Ez abból adódik ez az egész dolog, a Nemzeti Színházban voltam, Nagy Nemzetiben, amit bombáztak 64-ben, sokan vannak fiatalok, akik nem emlékeznek erre. Az ottól a 6-os megáll, ott volt ez a fantasztikus épület, és ott kezdtettem az ifjúságomat. És fantasztikus darabba játszottam, hihetetlen nagy szerepeket. Ezeket annak idején nem vették fel, mert nincsenek róla emlékek, nincs. Játszottam a tragédiában évet, most nem akarok itt bizonygatni, hogy szomorúnak találom, és nem akarom elszomorítani a dolgokat, rendben van, tudomásul kell lenni, lehet, hogy nincs igazam, hogy lenézem ezt, nem kell lenézem, csak szerettem volna mindig kibújni abból, hogy valahogy más területre menni, és ez a lehetőség adódott. Miután tudtunk drámát játszani, tudtunk vígjátékot, tehát így adódott, hogy sikerült átlépni ebbe a könnyű műfajba. Ami hangsúlyozom, nem könnyű. Csak egy kicsit olyan... Jó, de most bánja, hogy annyi kabaré szerepet vállalt, vagy... Sokat vállaltam, igen. Igen, de bánja ez? Szentlékosan vállaltam azért, mert a Nemzeti Színházban annak egy bizonyos, ominózus közönsége volt, a Nemzeti Örvenszének. Ért engem. Nem a Hevesiről, azt megelőzőleg. Tehát játszottunk mi csodálatos szerepeket, drámákat, Shakespeare-t, Molière-t. De ezt csak egy bizonyos közönség látta, és értegem. Én ebből ki akartam lépni, és népszerűségre szert tenni.
Akkor még erre volt is lehetőség volt. Akkor még volt kabaré. Volt a színházban, Évai utcában volt a Vidám színpad, és ott voltak ezek az éjszakai felvételek, ahol vették fel ezeket a műsorokat, éveken keresztül. Éjszakánként? Hát előadások után, akkor tudták összehozni a színészeket. Akkor volt lehetőség. Különböző színházakból jöttünk. Tábori Nóra, Vix színház is sorolhatnám. Tehát vágytam arra, élveztem, szerettem, népszerűséget adott. Tudni, talán ez volt mögött népszerűnek, mert ez valóban népszerű. De azt súgta nekem ide az elején, hogy nem is tudom, hogy tanultam meg ezt. Ezt jól érted? Ezt valószínűleg ma se érteném. Nem az volt, ez volt a gyak, de nem ez volt, ért engem. De nem tudom, ez kibogozhat ön szerint? Ne, szerintem nem. Hát az ember azon nevet inkább, hogy az mondja, hogy az a galaj, meg ez az a karcike. Tehát ezért volt nehéz megtanulni magát? Hát ez szerintem itt egyet, óva, egyen. Megfogasztom, megtanultam. Nem akarok hosszat elidőzni ezzel. Csak én magamat nem tudom nézni, sem ebben, sem másban, érdekel. Semmiben nem tudja magát nézni? Hát arra van, nem. Hú, de rossz estéje lesz. Hát, tudom, ez magát megdöbbentette, pedig érdemes nézni, mert sokat állítólag, sőt biztos. Sőt, azért nem, mert utólag az ember rájön, hogy ül egy fotelben, vagy egy széken otthon, és megnézi. És akarja rá, hogy Úristen, ezt nem így kellett volna, ezt másképp kellett volna. Akkor az itt és most, amikor felveszik, tudja, akkor az embernek is lehetősége azt mondani, hogy kérem, vegyük fel még egyszer. Mert értem, a lehetőség, a színészek, a körülmények, a pénz, a forgatás nem engedi ezt meg, hogy kérem, ismételjük meg. El kell fogadni, felvettük, megvettük, jól van. Hát nem tudom, ma már ez nincsen. Szerencsés voltam, hogy erre volt lehetőség. Sokat tévéztünk, nagyon sokat. De nem is sose szerette visszanézni magát? Vagy ennyi időtávlatából nem szereti? Soha nem nézte vissza magamat. Soha semmi? Nem tudtam, mert nem voltam elégedett magammal, mint színésznő. Nem voltam elégedett, nem. De tud kivételt mondani? Pardon? Tud olyan kivételt mondani, amikor mégis úgy érezte, hogy ez sikerül? Itt történt talán, nem, a másik színházban, a kamarával, a Katonában, az a Nemzeti Színháznak volt a kamaraszínház kamarája, jól mondom, igen, mert van a kamara, a kamora, meg a spejz, meg minden. Ugye az is a spejz, az a kamara, az a Nemzetinek volt a kamara, jól mondom? Kamara. Kamara, igen. Köszönöm szépen, hogy még egy átlet beleteszünk. Ott voltak olyan szerepek, amiket imádtam, például spanyol szerepek. Bernarda háza, meg a Vérnas, Lorkák. Amiket imádtam és szerettem. Miért? Miért szerette ezeket? Mert illett hozzám az egyéniségemhez, a igényemhez. Ez a füllet folytott, izgalmas, érdekes ők. Ezek a nagyon zártak, nagyon szenvedélyesek. Volt, amit imádtam, azt talán visszatudtam. De lehet, hogy habár azt az édesanyám megnézte, aki engem életemben másfélszer nézett meg. Egyszer megnézte ezt az előadást, nem a Vérnász, hanem a Bernarda házát, utána azt mondta, kislányom, te olyan erősen látszol. És ez tökéletes definíció, érted? Annyira átéltem, én nagyon ösztönös voltam, amit a Major Tamás gyűlölt bennem, utálta, nem szerette, igaza volt, nem lehet. Az ösztönösség azért nem jó, mert most ebben a pillanatban átélem, és holnap már nem tudom átélni. Érthető? Tehát a szakmát kell tudni. Ugyanazt az érzést visszaadni úgy, hogy én már nem gebedek bele, és nem kell, érted, nem szorítom magam, hogy átéljem, hanem az magától értedem, mint szakma jön ki belőlem. Elég világosan tudtam elmondani? Persze. Azért volt nagy bukásaim és nagy sikereim, ezért voltak. Mert ösztönösen rá tudtam tapintani olyan szerepekre, amire hihetetlenül találók voltak. Ez is például ezek a füllet, érdekes, izgalmas, átélt szerepek jól álltak. De amikor már egy picit ért engem, a kettőnek össze kell jönni, ott már baj volt. De azért mondja, hogy ezek a szerepek, mert maga ilyen? Tehát ilyen füllet, ilyen folytott, de szenvedélyes, ilyennek tartja magát? Azt mondtam. Hát ma már 84 éves korban, már nem tudom, mire tartom. De az volt? Szenvedélyes?
Mindig az voltam, igen, túlfűtött, igen, nagyon szenvedélyes, nagyon sok energia. Ezt örököltem, ezt hoztam magammal. Ez egy családi tulajdonság. Édesanyám volt így. Szenvedtem is tőle eleget, az egész család, igen. Miért szenvedett tőle? Azért, mert nagyon szigorú volt, nem volt benne simasság, nem volt kedvesség. Soha nem tudtam elmondani, mi van velem. Sokat voltam egyedül gyerekkoromban. Kialakítottam egy világot magam körül. Úgyhogy, és nem tartott jó színésznőnek. A legnagyobb fájdalmam az volt, hogy ezt az előadást megnézte, ez volt a véleménye. Úgy is szenvedélyes volt, tehát úgy volt inkább szenvedélyes, mint színésznő, vagy úgy, mint nő, vagy úgy, mint... Hát ez egy nagyon összetett kérdés. A női szenvedélyesség talán az kell hozzá, hogy nagyon szerelmes legyen az, ért engem, nagyon szeresse valakit. Amikor fél megoldások vannak, amikor csak úgy, amikor csak eljátszok vele, amikor csak szeretném, amikor elégítetem önmagammal, az már nem az igazi. Erre nem tudok igazán őszintén felelni. Ott talán hibázottak a dolgok. Nem volt elsőprően szerelmes? Nem voltam, nem. Az első házasságom Szendrő József volt, egy rendkívül kulturált művelt színházigazgató színész, talán ismerik őnek a filmekből lehetett látni, egy kiváló színész volt, művelt volt, okos volt, jó színházi szakember volt, egy színházi polihisztor. És mit akartam ezzel mondani, mert annyi minden mondani van. Hogy szerelmes volt-e belé? Úgy mentem hozzá, képzelje, hogy volt egy premier, Pécsi Színháznál voltam, egy évet voltam a Víg Színháznál, és utána a Pécsi Színház. Akkor még elhelyeztek minket, elosztottak minket. Kislányom, neked politikailag fejlődnöd kell, mondta Szilágyi be a pártitkár, ez így volt. Téged elküldünk ide, ott majd nevelni fogra. Így kerültem én, nem a Szendrő József, ez volt két Szendrő, egy Miskolc és egy Pécsi. És egy csere kapcsán mégis csak visszakerültem azt, amit a Józseftől a Szendrő, a Szendrő József, az a férjemhez. Meg volt a bemutató, az a Uri Muri, abban nagyon 22 évesen játszottam, egy nagyon, de nagyon nüanszírozott szerep, a Rédei Eszter, nem egyszerű. És a Szendrő rendezte, és valami hihetetlen jó hófehér ruhába, hófehér szőke halkoncs, és fölnéz a főpróbán, és látom, olyan tágra nyitott szemekkel néz, majd premier után elmegyünk a Nádorba, az ott van a Széchenyi téren, megnyílt vagy sem, egy vacsora, kimegyek a söntésbe, nagy riadalom, jövés, menés, sím, bum, és egyszer csak egy hang mögöttem, Erzsike, hozzám jön a feleségül? Igen. Hát így nem lehet érezni meg. Nem volt jó. De akkor nem tudta, hogy nem kéne? Nem tudtam. Akkor albérletben laktam. Ez már egy indok. Kis számító, kis üzés volt, igazgató. Hát egy mennyire külőkben azért vannak azért. Várja, maga remélt valamit ettől a házasságtól? Hát talán azt reméltem, hogy mintán nagyon fiatal voltam, hogy 10 éve volt idősebb. Talán, hogy a pályában segít, de hát az első éjszaka szörnyű volt, horkolt. Egész éjjel hűltem azt, úristen, mi csináltam. Tényleg megvárom, nem humorban mondom. Nem, világos. Nem, ugye telepódium. Nem. Bohen. Nem az volt. Hanem együtt laktam a Gordon Zsuzsival, a volt házvezető nőjük félhezment Pécsre, és ott szálltunk meg, mint fiatal kezdők. Gyere, Erzsi, ad egy szobát nekünk a Csontika, ez volt a házvezető nőjük, aki már félhezment Pécsre. És mondom, hazamentem, tehát Zsuzsi mondom, félhezmentem a Szendrőhöz. És akkor volt egy kis piros szatyrom, nylonból, beletettem a hálóinget, és úgy mentem a Szendrőhöz. Tehát minden hobbim ott maradt az albérletben. És az amikor horkolt a Szendrő, akkor utána mondom, én azt hiszem, visszamegyek ezzel a hálóimmal. Tényleg így volt. De nem ment vissza. Nem mentem vissza, hát azért ez egy butasság, hát azért érhez mentem. Hogy mit reméltem, okos volt, művelt volt, színházigazgató volt. Ebben volt egy fiatal, akkori színházban, mikor volt, 49-ben, úristen, nagyon régen volt. Mit remélt tőle az ember? Csinos volt akkor, jóvágású volt, színházvezetője volt.
még tesszett is, szóval értegyem. De szerelem nem volt. Soha? A baj az volt, hogy én félreértettem a dolgokat, mint színésznő. Én azt hittem, hogy én tulajdonképpen egy naíva vagyok. Hát alkatilag már színésznőként. Naíva szerepkör. De ezzel az orgánikusan? Ezzel az, de hát az ember saját magát. Én nem tudom. Én nem tudhattam, hogy bennem azért van. Groteszk is, értelmem, keménység is, alpári, gyengétség, megható, megrázó, undorító. Értelmem. Uh-huh. Szóval ennyi minden van az én színészetemben, mert ha elgondolom, hogy miket játszottam, Alinda, voltam a házmesternő, voltam mosónő, voltam királynő, voltam kurtizán, értelmem. Voltam tragédiában Éva, de voltam hippia. Szóval értelmem, a paletta, hogy így mondják, hihetetlenül szélsőséges volt. És ez mindig valahogy kibukkant belőlem. És én mindig azt hittem, hogy egy tulajdonképpen egy nagyon, hogy mondjam, egy olyan nagyon-nagyon nőies. Tehát nem az voltam. Én megmutatom, hogy mennyire volt nőies, mert találtam egy... Olyan is van. Figyelem, filmrészben. És képzeljen, nagyon meglepődtem, amikor két évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt kaptam egy díjat a filmesektől, egy ilyen életműdíja. Tud róla? Ha nem, akkor most mondom. Nem tudtam elképzelni, hogy hogy lehet életművet kapok. Kiderült, hogy rengeteg filmet. De azok a filmek, tudja mi, hát ugye harcoltunk, szövölő, hát itt éve, kendőbe, elvtáros, sok ilyet játszottunk. Éreveztem akkor. Találtam egy nagyon... Nem nagyon hosszú, de egy nagyon kedves részletet. Nem fogják volni, drága Alinda. Nem. Válaszoltak. Tordi Gézával szerepel benne. Jaj! Töröcsik Mari is szerepel. Nem látszik a kérdés. Talán a legelső volt az a film, ha jól emlék, mondhatok valami? Na. Külvárosi legenda. Pontosan. Abból jön egy részlet. Külvárosi legenda. Ott fordult elő. Megmutathatom, vagy nem mutassuk még? Ott volt, hogy a Tordi Gézával feküdtem a gyárba. Így jártam. És a Tordi Gézával baleset történt, nem tudott kiszállni az ágyból, értelkezve. És szóltak a filmesek, hogy Géza, gyere már ki az ágyból! Nem tudok! És hoztak neki a kefán. Ez az egyéb maradtosabb, értelkezve. Elnézést, hát ilyen is van, filmesek. A valóka beleszeret az ember a partnerébe, azért voltam. Én akkor most csalódást provokozom, mert nem ezt a részt. Nem átjelenet? Nem átjelenet. Jézus. De aztán szépen vagy. Gumidominó kéne neked már, mi? Láttad? Ez érti. Bizony Isten röhögött. Nagyanya, gumidominó kéne. Te, ez mindjárt megpuzil, nagy anya. Gumidominó! Figyeled! Majd fölfogad az Anna ápolónak. Anna? El is kéne neki. A lábát ki nem teheti ettől a... Ha bejárni megy, akkor is viszi magával. Már ahol tűrik. Férje meg be nem adná a Dili házba. Gondolja, hogy legalább ez a tökéletlen őrzi. Ide nézz te. Milyen gyöngyön van, hm? Ugyan, előtte, azt se tudja. Hát jól megcsináltad, most aztán hallgattasd el! Várj, várj, anya, várj, 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 kapsz valamit a Pista bácsitól. Várj. Nagyon kezdő voltam. És kövér. Hátja, ezért megkérdezte, szeretem magam. Egy ilyet otthon visszanézek, állítólag régi filmeket ad le, a Duna 2, Duna TV 2, nem tudom, ki említette ma este kapcsán, olyan, hogy régi Coriolanus, meg nem tudom, milyen filmeket vetítenek. Ezt most megnéztem, és erre mit mondtam? Merev és kövér. Nézem akkor. Hát az ember önmagával, én legalábbis önmagammal voltam mindig a legszigorúbb. Ezt megnézem, akkor utána elzárom, és azt mondom, nem. A Manyika nagyszerű volt, a Tordi nagyszerű volt.
Nem, ez a véleményem. Nem így volt Alinda? Szerintem nem. Egy kövér nő. Nem. Miért gondolja a kövér? Miért gondolja? De nem tudom. Hát megszavazzuk. Érdekben volt a beszélgetésünk kapcsán egy ilyen kérdés, vagy ilyen, hogy megnézem, szeretem, nem. Mert rögtön ez a véleményem, rögtön ezt látom meg, hogy nem így kellett volna elindulni, ennek más érték, darabos, merev, nem így. Jó, várj, de ugye többnyire a filmeket lehet visszanézni, meg... Nem baj, hát ez, csak mondom, ne, ezért ne haragudjon meg rá, hogy ezt mondom, Alinda. Ha rám mondanád ezt, így nem, mert miért haragudnék? Hát, én ugyan, értem hogy, ezt a szigorúságot. Hogy csak... Igen, hogy hát önmagammal ez van. De ez azért van, mert gyerekkorában azt mondták, vagy nem... Szóval nem vette körül egy ilyen nagyon biztató légkör? Nem, hát nem is akartam színésztől lenni, meg kell, hogy mondjam. Nem volt ez számba véve az, hogy én színésztől leszek. Hogy tehetség volt, hogy megnyilvánultak dolgok, jelek voltak, az igen. Na de senki utána nem omlott össze a család, összeszaladt, hogy neked színésztőnek kell lenni. Ezek úgy elfelejtődtek, tudod, ilyen gyerekkori vagy egy diákkori fellépések, táncok. Kiderült, hogy tehetség így úgy, de mondjuk... Hát, sok ilyen gyerek van. De várjuk, azt mondta az anyukája, az édesanyja másfélszer látta, az egyet tudjuk, mi a fél? Mikor látta félszer az anyukája? Ugye azt mondta, a második a tragédiát nézte meg, a Margit szigeten, az ember tragédiát. De csak félig? Azért, mert felállt, és azt mondta neki, dolga van. És annak mit tudom, az első vagy nem tudom, szín, nem tudom, nagyon hanyadik szín után, szünettel, ugye felállt, és azt mondta, hogy eljött neki, dolga volt. Ennyi volt. Jó, de mi most ezen nevetünk, de közben meg azt gondolom, hogy amikor az ember édesanyja föláll és azt mondja, hogy dolgom van, vagy azt, hogy nem vagy jó. Akkor az azt jelenti, hogy nem volt érdekes számára. Hát az első, amit elmondott, mondta magának, kislányom, te olyan erősen játszol. És igaza volt. A nagy átérés, a nagy szenvedély, lehet, hogy nem kellett volna, ért engem. Nem biztos, hogy szükség volt akkor arra. És mondom magának, nem szerette, a major nem szerette ezt. Sokat játszottam pedig a majorra, Marton Endrével. Szóval voltak, akik egyszerűen tényleg szeretnék benne ezt a fajta szenvedélyességet, átérés, tüzet volt. De voltak lehetőségek, ahova nem kellett ez. De a szülei mivel foglalkoztak? Mit csináltak? Mit dolgoztak? Hát édesem, mit mondjak? Hát egyszerű emberek voltak. Nem tanáremberek, nem professzorok voltak, nem egyetemet végzek, hanem a mama az dolgozott egy Törlei Pezsőgyár, budafoki vagyok, a papa pedig kisegítő munkás volt. Körülbelül ezt tudom mondani. És akkor egy nagy gazdasági válság volt annak idején is, akkor azokban az években, 27-ben születtem. Tehát küzdöttek a kenyerükért, a megélhetésért, és ebben a küzdelemben valahogy az egészségben, ebben valahogy az volt, hogy magára maradtak a gyerekei, ért engem. Most nem mind drámát mondom, hanem mind tényeket. Hogy nem segítettek tanulni, vagy nem volt fontos hát egyáltalán? A tanulásban az volt, hogy azt beírattak, mentél iskolába, ott a dolga, a tanároknak vagy a tanítóknak az a dolguk, hogy tanítsanak. Nem ti érdeklődtek, nem baj, hát ilyen emberek voltak. Hát, nem hát nagyon magányos, nagyon magamra hagyott voltam, nagyon. És ez egy sok ijegységgel, sok félszegséggel, sok bizonytalansággal. Engem véletlenül végül is a körülmények úgy hozták, hogy én nem színésznő akartam lenni, véletlenül. Titkárnő, nem? Titkárnő akartam lenni. Elvégeztem a polgári iskolát, és 2 éves ilyen kereskedelmi szaktanfolyam volt, ahol gépelni tanultam meg gyorsírni, meg könyvelni. És akkor volt a háború, ugye? 44. Igen. Elvégeztem az iskolát, 45-ben elhelyezkedtem egy faárugyárban Budafokon, és ott kellett gépelnem, ugye, és akkor hát a pincében voltunk egész, az oroszok, mikor bejöttek, a pincében bujdokoltunk. A házunkból elmentünk, mert irodát csináltak, betelepítették a telefont az oroszok, miért pedig bujkáltunk jobbra-balra, jöttünk, mentünk a mamával, ugye, mert mennünk kellett. De várjanak, bocsánat, hogy félbeszélek. És akkor, pardon, igen. Csak azt akartam kérdezni, hogy ez igaz, hogy valami, ez lehet, hogy nem igaz, csak valahol olvasom, hogy egy ilyen barlang lakásban laktak? Hát igen. De ha, hol? Budafokon. Hát ezt hiába magyarázom, talán nem tudják, de barlang lakás. De egy betelepített svábok voltak, voltunk,
És az egy ilyen szülészettel foglalkoztam, Mária Terézia telepet, nem tudom, meg részéről Németországnak. És szülészettel foglalkoztak, és ezek a barlangok olyanok, mint a kőbá, mint a pinci, borpincék. Csak ezek nem így voltak kiképezve, hanem egyszerűen lemélyítve, nem tudom, 5 vagy 6 méterre, pincék voltak. Világos? Pince. Pince lakások. Vagy barlang. Van a barna formátum, és van pincék is. És mi egy ilyenben laktunk. De az nem mégis mekkora egy ilyen hely? Hát volt egy konyhánk, és volt egy szobánk. Ebbe, ez, de ez egy pincére, egy borpince, és ezt átalakították lakásnak. Oda költözött be ez a család, a mama, a papa, két gyerekével. Tehát ott születtem meg, és ott nőttem fel. De hát nagyon jó, azért mondom, nagyon jó elszórakoztunk ezzel a dolgon, hát nem értük fel, hogy ez egy borzalmas dolog. Szórakoztak? Hát mi gyerekek, hát nem sírdogáltuk, ja Istenem, mi hol lakunk. Ez volt az életünk. Igen. Furcsa. Jó, titkárnő akart lenni. Igen, titkárnő, akkor már barlangból felkerültük, akkor volt egy kis családi ház. Akkor titkárnő akartam lenni, akkor kaptam egy állást, egy baráti kör elvitt oda, és kiderült, hogy a gépelés nem ment. Egy de fiatal... hogy nem titkárnő, ha nem ment a gépelés? Hát ha a pincében nem tudtam gyakorolni, mikor bejött a háborúból. Előtte végeztem el, és akkor jött a háború bevonulás. A németek még ott voltak, jöttek az oroszok. Egyik utcában az oroszok, a másikban a németek. Ilyen élet volt, értem. Amikor ez valahogy konszolidálódott, akkor kerültem ebbe a irodába. És a gyakorlatlasságommal együtt kellett géppel, nem kiderült, a fiatal mérnök azt mondta, hogy gyenge, mint a harmad. Nekem, aki hát ugye is egy érzékeny lélek voltam, kihúzta az észre, gyenge, mint a harmad. Ezek után kiment, hogy menjen ki akkor az udvarra, és köbözze a fákat. Akkor hallottam életemben ezt a szót, hogy köbözze. Hát nem tudod, le kell mérni, de azért hiába centivel vagy valamivel. Azt hitte ez a mérnök, hogy egy 17 éves, 18 éves lány mindezzel tisztában van háború után, amit köbözni tud, gépelni, persze érvékeben, csak gépelt és gyorsan. Nem ment, egyik sem volt egy május 1-i műsor, és a barátok, akik festőművészek voltak, akik felfedezték bennem állítólag a tehetséget, felléptettek mi színésznőt, ahol a Rostannak és Sasióki darabjában a Sasiókot játszottam, jelmes szereztek, utána, akkor még nem államosították ezt a gyárat, az igazgató oda is azt mondta, hogy kisvány, menje maga a színésznőnek, maga tehetséges. Ezek után mit tehettem? De várjon, hát ugye az az érdekes, hogy azt gondolta, hogy jó lesz színésznek, miközben nekem mielőtt bejöttünk volna elmesélte, hogy amikor felszólították felelésre az iskolában, maga elfelejtette az anyagot, tehát ennyire izgult attól, hogy mások előtt szerepeljen. Na de hát ez maradt, hát most mit mondjak? Színészként is ennyire izgult? De gépelni nem tudtam, ez is egy izgult. Látszik a jó Isten vagy a sors. Valakit ért engem. Én vagyok az az egy, az többek között, aki mindenki mondta, hogy te neked színésznőre kell lenni, neked oda kéne menni, ért engem. Én magam nem tudtam ezt feltételezni. Mikor hitte el, hogy lehet magából színésznő? Most sem hiszem el. Olyan mondom, most nem visszerek, vagy úgy humorizálok, vagy ironizálok. Nem tudom. Nem tudom, hát ez egy örök, azért lenne jobb, hogy még mindig játszanék, mert ott van ezek a tételődéseim esténként, amikor felteszem mindig a kérdést, hogy Úristen, tettem én valamit, vagy mi történt, vagy hogy is volt? Vagy miért volt az, hogy soha nem hittem el, hogy jó vagyok? Miért akartam, hogy mindig jó szín lettem? Nem tudom. Szóval a kétségek. Van, aki azzal születik, az örök kétségbeesés. Egy szerencsém volt, hogy nem ittam. Ért engem? Mert valakinek ezt, valahogy ezt sitítani kellene, vagy droggal, nem tudom. Hogy nem szoktam rá az italra ezek az, ez, hogy levezessem. Érted, amit mondok? Tehát ezt a fajta félelmet, ezt a szorongást, hogy megfelelek, meg tudom csinálni, ezt nem tudom, de tudom, nem tudom. Ugye ezt nem próbáltam ezt ezzel, mit tudom én, egy konyakkal vagy valamivel. De akkor hogy vezette le, ha nem így? Sehogy? Be kellett mennem. Értelkem. És akkor volt az, tulajdonképpen az igazság az,
hogy az a fajta dolog, amely nem hittem és hinnem kellett volna, a vészhelyzetekben nyilvánult meg, a nehézhelyzetekben jött ki, hogy tulajdonképpen, érted, amit mondok? Kellett egy olyan nehéz helyzet, amikor az ha esik, ha fúj, meg kell tudni oldani. Például? Kimenni a színpadra és jól játszani, amit nem hittem el ott még kint. Érted engem? Mielőtt bejöttem, ott egy szétment a szívem, és beléptem, és egyszerre valami áramlat megindult. És akkor kinyílt, mit tudom én, az agyam, mit tudom, micsoda. Ilyen is volt. Volt, amikor bedugult az agyam. Az olyan milyen? Is volt, tragikus. De az mi, hogy bedugul az ember agya? Az olyan volt egy ilyen helyzet, Isten ne adja színésznőnek, a színészek rémálma, amikor az agyáról premierrel letörünk az ő. Lemegy a szöveg. Hogy mondják, lemegy a róla, vagy hogy mondják, és szakmai nyelvvel. És mit csinált? Azt nem tudom elfelejteni. Borzalmas volt. Itt történt a katonában. Melyik igen, darab volt? A Kleistnek. Az eltört korsó. Egy nagy monológ. Kész. Ma se tudom. Akkor nagyon az volt az érzésem, hogy depressziós vagyok, mert olyan is volt. Amikor nem hittem abban, hogy miért kell csinálni, hogy én nem vagyok, és egyáltalán kiért, miért, hogyan. Magányos voltam, meghalt a férjem, a családom, egyedül voltam, és akkor nem volt senki. Senki nem mondta azt, hogy Erzsé, fogadsz neki, gyere. Ért engem? Valamiért, vagy valakiért. És emlékszem, amikor elindultam otthonról, mondom, miért megyek én be, minek nekem bemenni? Olyan elhagyatott, magányos voltam. És van egy tulajdonsága az agyunknak. Soha nem szabad betáplálni dolgokat. Bennem akar egy olyan mi lenne, ha, volt, maga nem volt még ide, ne is legyen, mi lenne, ha elfelejtenéd a szöveget, bekövetkezett. Nem hittem, hogy az agy képes erre. A sokszor minden, ért engem, amikor eljártadoztam, voltak ilyen dolgok, helyzetek, amikor önmagamat gyötörtem ilyennel, mi lenne, ha. Na de hogy oldotta meg? Kimentem a színpadról. És aztán mi történt? Ment tovább a jelenet, szegény kollégáim Hamon Péter, Fulajtár, Horváth Jóska, Bárnyi Anyi rohant utánam, nem tudom, nem emlékezem már rá, igen. Akkor az egy szörnyű dolog volt, még élek, nem felejtem el. Aki átsegített ezen a szörnyűséggel, szerencsére Zsámbéki Gábor, nem volt goromban, nem kaptam tőle ki, és nem mondott, Erzsi, szégyelj a lázat, amit maga csinált. És azt mondta, hogy nem vett el a szerepe, de azt mondta, holnap be kell jönnie. Mondtam, nem tudok holnap bejönni, én ezt soha többet nem tudom. Hazamentem, és azt mondtam, hogy két lehetőségem van. Nem, hogy abba hagyni a pályát, hanem valahogy megszűnni, ért engem. Vagy visszamenni. Itt nincs más megoldás. Másnap nem tudtam visszamenni, beugrottak helyettem. Vannak nagyon jó beugrók, hallott róla? Uh-huh. Kitűnő agyvelő, kitűnő koncepció, irigylem őket. Soha senkitől a tehetséget nem irigyeltem. Csak egyet, hogy könnyen tanultak, könnyen felejtettek, tudnak törölni is, és pillanatok alatt meg tudják tanulni, én pedig egyszerűen mert a véremé kellett váljon, ért engem, addig kellett gyötörni magamat. Ez egy születési hiba. Nem rendelkeztem azzal. És akkor visszament a színpadra még? Harmadnap visszamentem, kétszer játszották el, úgy tudom, mert háromszor van egy kötelező lehetőség, értem a beugrónak, erre lehetősége van. Talán a harmadiknál visszamentem, és soha többet nem fordult elő. Hogy ezt minek nevezzem? Depresszió. Nem tudom, föladás, sok minden. Ez soha máskor nem érzett ilyet? Nem, csak akkor nem. Egyszer, egy ilyen dolog volt, félelmetes. Ebben én is hibás vagyok, mert elkezdtem ezt az egészet. Uh-huh. Illen, ha bemennél premiéren és elfelejtenéd. Szóval nem szabad az agynak ezeket a izéket, parancsokat kiadni. Komolyan veszi. Sokan meséltek még önről történeteket. Tóth Berta kollégám találkozott néhány emberrel, és megkérdezte őket, hogy milyen emlékeik vannak önről. Igen. Úgyhogy jöjjön most
egy ilyen riport, egy jó? Egy utcai beszélgetés? Nem egy beszélgetés, közösség, sok jó? Pici inkább. Jó? Megnézzük? Nézzük. Nemzeti Színházba kerültünk mi kaposvári rendezők. Ő engem látott Zilátonak, és túlhevültnek, én pedig őt. Leginkább a nagymamához hasonlít, tehát egy féktelen szenvedélyek által korbácsolt személyiség. Egy alpári boszorkány is van benne, azok pedig egy hercegnő is van benne. És hát az egésznek a lényege egy lobbalékony szerelmes szív. A Nemzeti Színház üvésznője volt, és én, mint főiskolás bekerültem. Bódog Pál nevű ügyelő odasugta a fülembe, hogy amikor a major instruál, mindig leszokott ülni. Megpróbáltam szegény Máté Erzsé alá tuszkolni a széket, hát aki magából kikelve leordított. Hónapokig nem mertem a Máté Erzsé szem elé kerülni. Voltak még kalandjaink, ugye, mert a nevünk miatt mindenféle üzenetek, portál. Új nő, minek neked új nő? Mit? És én magam. Én. Nekem új nő, dehogy is, csak is, de tényleg mutasd már magad egy kicsit. Nézzenek oda. Mi az, mit nézel? Tetszel nekem, komolyan? Akkor megágyazok. Amikor eljöttünk a Nemzetiből, volt is kedve velünk jönni, akkor még élt a férje, aki nagyon erősen ellenezte. Ez egy hosszú birkózás volt, és ő egy rendkívül szeszélyes teremtés. De azt általában lehet tudni mindjárt a nap elején, hogy ma hogy jött be az Erzsi. Alapvetően mindenki azzal a kérdéssel a küzd, hogy van-e ható ereje. Az Erzsi esetében ez nem kérdés, iszonyatos súly jön be. Egy alkalommal megfigyeltem, hogy miket csinál egy olyan pillanatban, amikor mi megijed. Valami 5-7 különböző eszközt számoltam össze. Egy roppantásra szétharapnál a fiacskán. Rek! Először a karjaidat, hamham! Aztán a lábaidat, hamham! Aztán a s***edet, nyek! Aztán a füledet, az orrodat, a gégédet, nyek! Ham, nyek! És mit kezdenél a maradékkal? Nőt kóserbodra bepácolnám, imád rebegnék, aztán felakasztanám csöpögni, szárogni. Magi, segíts légy szíves! Beta! Na mi van? Tudod, hogy fölizgatsz? Jaj, mármint, hogy én téged! Ennek az első premierem a Máté Erzsékével volt. Az ő anyakirálynői széke az ketté tört effektív. És csak annyit mondott a fél homában, hogy Jézus Mária, Jézus Mária, Jézus Mária! Ezt hallottam a sötétben, kidobtam hátra az ő székét, és az enyémet pedig odaraktam. És szerintem akkor nyertem egy kicsit. Tudjuk, hogy ki nem állhatja nők. Igen, tudják, akkor örvendek! Nézd csak, hát nem vagyunk mi olyan nők, hogy szégyent hozhatnánk önre. Nem? Kicsodák? Mondd meg neki, de jó nő! Megmondhatod te is! Halljuk, hát kicsodák! Mind a ketten színésznők vagyunk. Kicsodák? Mind a ketten színésznők vagyunk. Nekem ez nagyon tetszik, hogyha udvaroltat valaki magának 70x évesen is, tehát hogy ez nem múlik el. És igenis, úgy gondol magára, mint egy nőre, akit meg kell hódítani. És azon a pályán ez abszolút fontos. Szóval én ugyanezt szeretném. Tehát amikor én Máté Erzsike leszek, akkor, ha majd egyszer, akkor abban a korba érek, akkor én szeretnék fiatal színésznőkkel fotózkodni. Szerintem ez normális. Kopasz a feje, a lába lóláb, és mögötte jut a szurok. Szőr és hír folytó bűze szállna, én se segíts, fohászod a briattal. Megfordulok, átugrok, hitemre tarra felbúgok, ahogy taltönve megvillan, lomba közt vasári fény. Hogy? Jó ég! Megbolondult, Brigi asszony! Az ördög azt mondja! Csönd! Hitemre én csak tudom. Én láttam, én szagoltam. Az eltört korsónak a premierjén belesült a szövegébe. Na most azt, ahogy ezt prezentálta, ez egyszerűen szívszakasztóan gyönyörű volt, megállt, volt egy nagy csönd, és aztán egy utolérhetetlenül halk és finom hangon azt mondta, hogy bocsánatot kérek, elnézést, bocsánatot kérek. De még ebben a belesülésben is annyi tehetség volt, és olyan monumentalitás. Ott aztán turkálhat könnyű. Akkor a szemétállalóban ki se kell menni az utcára. Leliftezik aztán Hollywood. Nézzél, Ozgat! Azt hiszi magában nyisott a hörcsög, vagy begyűjteni mindent, lekukázni az egész kurva életet, azt hiszi?
precíz, felkészült, ámulatba ejtő, maximalizmus, ilyen alkatú színésznő nem is létezik, és ez egy akkora szívet takar, amit ő azért nagyon erősen elzárt. Azt akartam mondani, hogy se én, se a lányaim, se az ott. Hagyd abba, mert hozzátartom ezt a táskát! Fekete szicíliai vér, amit az elejében. Én büszke vagyok, asszony. De most már nagyon is tudom. A művészem, ne hozzuk ezt most előre. Na, nem ilyen, semmi sem hozott előre. Csak a bemutatás, a világos, pontos bemutatás. Semmi bemutatás. Én azt mondom, hogy az igaz, hogy eleinte nem dicsekedett vele a szicíliai, sőt, velünk együtt. Szembeszállt ezekkel a vadászokkal. Most improvizálunk, tehát öltöztünk először együtt, amikor a Schilling Árpád rendezte a Bernadda bázát, amiben a nagymama volt. Tehát ahogy ő ott hátul megszólalt, hogy Bernarda, tehát ott az nem teljesen tudják, nem is tudják, hogy egy modern színésznő, az Erzsé modern színésznő. És nagyon huncott, és mindig titokzatos volt, az Erzsé nagyon titokzatos nő. Nem hallottam? Nem. Hát jó, akkor elmondom. Mondjam, azt, hogy egy alpári boszorkány. Tessé? Például azt mondták, hogy maga egy alpári boszorkány is tud lenni. Alpári boszorkány? Ezt mondta Asher Tamás. Alpári. Én pont meg akartam kérdezni, miért mondja ezt? Mi az, miért mondja, hogy alpári? Hogy ez is hát magában. Fejtsük meg, tessék? Na hát fejtsük. Alpári. Kezdjük a boszorkányra, hát akkor valószínűleg ezt mondta magának a következő. Én azt hittem, hogy egy ilyen elragadó szőke, mint tudom én, Melinda, akkor ért engem. És elmondtam azt, hogy egyszer Szig László Rózsa, egy ilyen nevezetű íróról hallott, aki egy hapma, vagy nem tudom melyik darabban leírta, nem, majd eszembe jut az írója, egy északi írónő, Lagerlöf Zelma, igen, hogy ez a szerep alpári, különleges, eredeti, finom, légies, emberi, szörnyű. Tehát ez mind benne van egy emberben, alpári. Nem, mert ezek a részek jöttek ki inkább, nem tudom. Mondhatjuk ezt így? Nem tudom, hogy ennyire ne pont. És titokzatos? Titokzatos? Azt tudja, hogy titokzatos? Azt tudja ön, hogy titokzatos? Hogy mások így látják? Csak ennyi? Hát nem ismerhetnek, nem ismerhetnek. Azért a fáradtságot nem veszük ki, hogy egymás, hogy megismerjük mélységesen. Én nem jutottam odáig el, hogy bárki is azt mondta, hogy jöjjön el, és beszélgessünk magáról. Hanem egyszerűen vagy kedvelnek, vagy nem, de idő erre nincsen, legalábbis én úgy emlékezem. De még a saját férjem sem. Amikor kérdeztem tőle, amikor felkerültem Budapestre a Nemzetibe, és a Gellért Endre rendezett egy darabban, és a férjem, aki akkor rendező lett a Vígszínházban, az akkori Néphadsereg Színház, ami elődje lett a lebombázott Vígszínházban, mondom, mondd, segítsen nekem, hogy ebben az ehhez a szerepben kirendezi, kérdeztem, mondom, hogy Gellért Endre, majd ő megmondja. Szóval, ért engem. Társal se nagyon, hogy mondjam. Máté Gábor például azt mondja, hogy sokáig nem merte maga szem elé kerülni. Igen, igen. De nem is nem az értettem, a lényeg. Valóban nem, hát vagy a hangfelvétel nem jó, és én viszonylag rosszul hallok, elég hangosan beszélek. Akkor inkább azt kérdezem, hogy öntől akkor félnek a fiatalok? Nem tudom, nem ismernek talán, azt merem mondani, azt merem mondani. Az a félelem, ha valakit külső vagy, hogy te megjelenés után. Nem? Nem tudom. Magát azért lehet szeretni, azért szeretik az emberek, mert magát látja a televízióban mindig egy tüneményes arcot, értek? Egy nagyon jól beszélő, egy nagyon okos, egy nagyon értelmes, nagyon kedves nőt. De ha magának odaadnának, igen, így van, nem? Szereti. De ha magának odaadnának egy másfajta beszél, értekkel. Attól függ, hogy maga hogyan látott volna ennek neki, nem? Maga ilyen szigorúan, hogy szárazol, akkor így maradnom. De mert ő szigorú és száraz? Nem tudom, ez az erőltetésnek, vagy a gátlásnak, ez is lehet egy nyoma, nem?
gondoljon bele, nem, mikor az ember nem mindig önmagát adja. De ezután nem lehet ítélni, csak úgy, ha megismerek valakit. Hát sokszor az ember leéli az életét úgy. Itt van az édesanyám, halála előtt, kórházba került. Ott laktunk együtt, közel, egymás mellett, körülött a lakása, az én lakásom, naponta bejárt. A kórházban, amikor bekerült a következő, feküdt az ágyban még két másik beteg, és azt mondta, kislányom, te gyerekkorodban fejre estél. A másik képről elkezdett nevetni, mert képzelj egy anya szájából, ott áll egy felnőtt nő, hogy kislányom, egy... És én nem tudtam, hogy mit mondjak erre. Soha nem kérdeztem vissza, még akkor még hazakerült. Ért engem? Tehát nem mondtál soha gyerekkoromat, hogy olyan, mi volt, mi az, hogy fejre estem. Nem az, ezzel nem azt akartam mondani, hogy hülye voltál, azt is mondták. De mi történt velem? Magamra hagytak, és akkor, mikor hazajött a munkával, a pezsgőgyárból, vagy a dugaszolta a pezsgőt, akkor a földön talált egy gyereket, vagy ért engem? És jó, de önnel, mint fiatal színésznővel, az idősebbek szigorúak voltak? A Nemzeti Színházban, ott egy hierarchia, ért engem, ott egy valamiféle távoltartás volt, távolságtartás. A mészárossági, ha bejött a színházba, akkor ért engem, akkor leállt, akkor a levegő megállt. Emlékszik rá a mészárosságira? Úgy, ahogy azért mondom, nagyon hamar felejtünk, már felejtenek, egy nagyon nagy színésznő volt. Tőkés Anna egy királynő volt, az bevonult, a Demigen áll szóba, Somogyi Bogyó, az a Morzsi Zsigmond egy kedves színésznője volt, az nagyon zárkozott, nagyon egy csupa ideg emberke volt, úgyhogy nem lehet. Olti Magda egy kedélyes, okos, kiváló színésznő, szóval, de nem lehetett senkihez oda menni, hogy drága Anna vagy több művésznő segítsen nekem. Nem mertem, érte, ki ezzel oda menni, segítsen. Akit nagyon nagyra tartottam, és zseni volt, és soha ezen a pályán egyelőre nem lesz ilyen, nem nőhet ki ebből a társadalomból, vagy ebből a körből, az a Gobbi Hilda volt. Az annyi emberrel segített, az olyan hihetetlen nagyvonalú volt. Az otthonoktól kezdve a múzeum, emberek közvetlenül, közvetve a segítség, az egy zseniális ember volt. Az tanárom volt, és... Ő rendezte a vizsgát. Ővele közvetlen lehetesség, ő rendezte az első előadást, azért a Jeli Meredék helyett. Olyan nagy vonal volt, a kis osztályát bevitte a Nemzetibe, fölöltöztette a ruhatárba, beszabadított minket. Mindenki kapott egy ruhát, kifestett minket, pingált. Az összes igazgatónak akkor 48-ba oda rendelt mindenki. Eljöttök és megnézitek a növendékeimet. És mindenki ott volt, és így kaptam szerződést. Szóval mindent megtett, ha kellett az öregekért, ha kellett a fiatalokért. Az is zseni volt. Tőle nem tartottam, nem féltem. És férfiak? Férfiakat nem is említettem. Major Tamás? Major Tamás, a Major Tamás az azért nem szeretett, illetve sokat dolgozta vele. De nem szerette ezt az azért, ezt amit mondtam, ösztönösségemet. Uh-huh. Ekkora kezei, gyönyörű kezei voltak, szép szűrös mancsai. Csak a kopasz feje volt, csak így látta, hogy állj maga olyan ösztönös, igen. De vele lehetett, volt humora. Lehetett olyanokat, mondja mesteret, hát most mit csinálják ezzel? A fenét csinálják, hát azt a fenét csinálja maga, nézze, böze. És a legnagyobb dicséretet akkor kaptam, már nagyon közeledett a halálhoz, hogy maga tud majorul. Majorul? Az egy külön nyelvezet volt. Tudnik, ő egy, hogy úgy mondja, ő Brechteket rendezett, hallott róla, ugye? Ő ezeket az átélős, ezeket a modern izéket, robosztus királynőket nem szerette. Ő innen szerette, értelme, nem kellett hangtorna hozzá. Az okosságot, én amit mondtam magának, a kettő együtt. A végén, hát, hogy igen, megdicsért. Igen, nem tudom, biztos így volt, talán így volt, nem tudom, remélem. Básti Lajosról azt mondta, hogy nagyon ideg volt. A Bástitól nagyon féltem, a Básti egy nagyon nagy színész volt. A Básti gyönyörűen beszélt, és gyönyörű orgánuma volt. Csak nem lehetett vele játszani, mert rettenetesen önző volt. Nem volt jó partner.
Őt nem érdekelte a környezete, ért engem. Persze. Bárki ott állt körülötte, neki nem volt érdekes. Ő volt a centrumban, a középponton. Amikor a Lírkirályt játszottuk, csodálatos, érdekes díszletekben, ilyen fényjel körülbelül, amikor közel mentünk hozzá egy jelenetbe, egyszerűen nem bírta elviselni. Elindult felénk, rohant felénk, és szándékosan hátrálni kellett tőle. Ő szabad teret akart maga körül tudni, ne legyenek közelebb senki. Mert ő neki olyan gesztusai voltak, és annyira akart érvényesülni. És mindig ilyen dobbanásai voltak, mint nagy hős volt, remek volt. Csak értünk tőle, mindannyian, én legalábbis nagyon. Soha nem tudtam felengedni az irányába, soha nem tudtam, nem. És tartottam tőle. Ők egyébként véleményezték azt, hogy ön hogy játszik? Tehát most jó, hogy hogy jól volt, de a többiek? Meggyőződése, hogy igen, nem tudom, meggyőződése. Önnek nem mondták, hogy Erzsike az a jó, hogy és az a rossz, hogy? Nem, se, ahogy általában a kollégák, nem. Nem hangzott el. Nem, színészek ebben nem szóltak bele. Nem, mintha ma se lenne ez, hogy a kollégával utána meg tudnánk beszélni, hogy mond. Azt a jelenetet nem kellett volna, így tényleg történni tőle, hogy esetleg megváltjuk. Érzékenység. Furcsa pálya, értekem. Van egy érzékenység, hiúság, ez erősen motivált ilyen értelemben. Mégis egyébként... Ugye? Ezért mondom, egy-két ilyen dolog volt egy fiatal, amikor mondtam, hogy ez erről és erről szól, így is így lehetne, és kellene. Ezzel nagyon megsértődtek. Szóval, és akkor az emberek, akkor visszakorsz. Lehet, hogy ezért félnek magától? Lehet, hogy egy-két ilyen dolog, vagy mit tudom, vagy amikor mondjuk ez a szigorúság, az én precizitásom talán, vagy a maximalizmusom, amikor jókedvűek, vagy valamiket rárecsentettem, csönd, vagy ebbe dumáljanak, vagy ilyeneket, az is lehet. Vagy te, nem a Nagy Ervin mit mondott? A Nagy Ervin például azt mondta, hogy ha ő annyi idős lesz, mint maga, ő is szeretne fiatal színésznőkkel fotózkodni. Csak nem tudom, mire utalt. Maga szeret fiatal színész fiúkkal fotózkodni? Fogózkodni? Fotózkodni? Hát ez egy mutas szöveg volt, nem tudom, mire vélni. Ő is szeretne, nem tudom. Ez egy olyan lehetőség volt, hogy csinál egy naptárt, és ennek kapcsán beállított egy öreg nőt két fiatallal. Ha erre célzott, akkor ez egy munka. Egyébként ilyen izék nem voltak. Nem. Tehát ő nem szerette volna? Tehát nem, mert nekem ezek a fiúk nem tetszenek a majjal közül, nem találtak. Tényleg? Lehet, hogy vannak itt, lehet, hogy megtudják. Nem érdekel. Nincs valami. Nem. Azt is mondta, a Nemzetiben ott azért volt egy-kettő olyan. Na ki? Nekem nagyon sármos volt és okos volt a Major Tamás. Furcsa, amit mondom. Következő. Én a Harcsa utcában laktam a 6. emeleten, ami már egy ilyen kis izékör, egy a resztlibe, a folyosó végén egy kis félkanyaros izével föl, egy ilyen kis madárkalitkába. Csengettek egyszer, és ott állt a Major Tamás. Azt hittem, ott halok meg, kidéljen. Hát azért, hogy a lakásomban a Major Tamás ott áll, Böze, jöjjön. Lent van a Csiszi, ez a Nemzeti Színházak volt a sofőrje, és azt kurcolta, hozta a Mr. Majort. És a Major éppen rendezte a tragédiát, és mint Évát. És én annyira megijedtem, és féltem főleg a körül a következményektől. Hát, ha legközelebb is feljön. Nem azt mondja, hogy beviszem kocsival, itt van, jöjjön le. És erre azt mondja, Major elvtárs, busszal megyek. Rácsaptam az ajtót. Meg kell, hogy mondjam, azért ezeknek következményei volt. Ennek volt? Hát persze. Ő megharagudott ezért? Mert én finoman észleli dolgokat, tudja, hogy van. Hát én nem tudják a férseket megbocsátani. Pláne egy fiatal szép nőtől. Nem? Én úgy vélem. Fogalmam sincs. Jó, nem akarok itt nagy képüsködni, de a Majorral ez volt. Érdekes volt. Mindig szerettem a nagyon okos embereket, ért engem, és a nagyon szép férfiakat. Nem tudom, de valahogy nem tudom. Azt is mondtál, hogy... Inkább kiéltem a színpadon magamat. Ott éltem az életemet, igen, érdekes, igen. Várjon, még azt is mondta a Nagy Ervin, vagyis arra utalt,
Hogy ön szereti, ha udvarolnak önnek ezek a fiatal fiúk, akik nem is szeretnek. Én szeretem? Na? Látja, ez is a félreismerés. Hát hogy ismerik mi egymást? Látja, ő ezt szűri le. Én meg azt mondom, hogy nem tudom. Nem. Ismerjük egymást? Nem. Élünk nem tudom hány évtizede együtt, fiatalok, öregek, és nem tudjuk. Egy-két jelből leszűrjük valamit, szigorú, buta, önző, kiabál, szeretek, mi szeretek? Ha udvarolnak, hát hol van lehetőség udvarlásra? Érted, hol? Udvariassak velem, és kedvesek. Az, hogy hiszelődök velük, ilyen van, de ez nem azt jelenti, ért engem. Hülyéskedek velük, néha ilyen is, ilyen hangulatom is van. Nem ismerjük egymást. És az igaz, hogy szeszélyes? Zsámbékigábor azt mondta maga, szeszélyes? Hát a Zsámbéki joggal mondja, hogy szeszélyes. És neki van igaz, az kiszámíthatatlan. És joggal haragszik rám, tönélik, mert két remek szerepet vagy hármat visszaadtam. Ez abból fakadt, hogy a kisebb rendőrség, hogy nem tudom megcsinálni, olyannyira elfogott a félelem, hogy felhívtam és azt hazudtam, hogy súlyos beteg vagyok, nem tudom vállalni. A legkeményebb betegséget mondtam. Ért engem, ilyen is volt. És neki legalább egy Molière, két Molière és három darab, három nagy szerepet adtam vissza Zsámbékinak. Kiszámíthatatlan. És én soha nem tudtam neki megmondani, nem is kérdezett rá, hogy Gábor, ez egy pánikbetegség nálam. Elfog egy olyan, van, aki állítólag a pánik az, hogy nem tud átmenni innen, nem tudom. A félelem, a pánikbetegség nálam úgy jelentkezett, hogy elindult valamiféle görcs. És egyszerűen az agyamat, mindenemet ellepte a félelem, annyira kezdtem félni, hogy egyszerűen elhitettem magammal egy betegség. És hívtam telefonon, Gábor, beteg vagyok, súlyos beteg, nem tudom vállalni. Ő valószínűleg tudta, hogy ez nem betegség, de mit mondjon erre? Mondja, gyere Erzsi, és beszélgetünk. Nincs idő erre. Van erre idő egy rendezőnek. Nekik el kell kezdeni a darabot, ki kell osztani a szerepeket. Elég gondja van neki a koncepcióval, elég gondja van ezzel, azzal, amazzal. Nincs értelme egy emberrel leülni és mondd Erzsi. De megbánta, mi a jó Isten ez vele? Megbánta, hogy ezeket visszaadta? Nem tudom, mit mondjak erre, hogy megbántam. Igen, megbántam. Mert következménye volt. Ennek következtében sajnos következménye van, tudjam ilyen. Ha valaki háromszor visszaad egy szerepet, akkor mi, ez olyan, mikor a televízióban szinkronizáltam, és ezt kiejtettem a számon, hogy nem, elterjesztették az álmát, én nem szeretem szinkronizálni. Kérte engem. Egy ilyen helyzetben a Zsámbéki többetem már nem. Nem kísérleteznek. Egyik sem. Sem Máté Gábor, sem Asher. Nem. Vissza a szerepet. A színház nem abból áll, hogy odaadjuk, és akkor jön holnap után egy telefon. Hát hogy pánikbeteg. Hát most mit csináljak vele? Nem orvosok, lélekgyógyászok, hogy mondjam. Filmszerepeket is adott vissza? Azokat nem, mert azok valahogy... Azok nem voltak olyan volumen, érted? Azok könnyen megoldhatók, az olyan búrias, olyan egyszerűnek. Ezek nagy lélegzetű szerepek voltak. Nem tudom, szóval ez pánikbetegségből. Ilyen is van, de én ezt most tudtam meg öregkoromra, mert azért az én koromban pszichológusok nem voltak. Szóval nem lehetett elmenni, hogy gyerekek, hol van egy pszichológus, és elmondani. Lehet, hogy van egy jó pszichológus, vagy értengem, aminek minden maga kiváló lett volna például. Igen, értengem. Ha magának én ezt elmondom, hogy mi az, ami jelentkezik, mi az a félelem, és mi az, hogy egyszerűen szeretnék bevonulni egy lakásba, és egy sarokba beülni. Ez is egy betegség, nem? A félelem. Akkor talán egy pszichológus
Ki tudja ezt belőlem ezt valahogy gyógyítani? De ezt régóta érzi? De ezt, ezt gyerekkortól, ha gyerekkor. Hát a gyerekkoromban, diákkoromban felállok, és riad, megriadok attól, hogy fel kell állni 30 valahány növendék előtt, és szöveget kell mondani, és én ezek után a pályára megyek, az egy agyrém. Nem? De. Tehát nekem mindig önmagammal volt a küzdelem. De nem mind drámát mondom, hanem lezártam egy életet, és elmondtam. Őszintén ilyen voltam. Meg, szeretném megmutatni önnek is, meg, a, meg az itt lévőknek is, talán emlékeznek rá, volt egy nagy könyv című sorozat a Magyar Televízióban. Megszavaztuk az ország könyvét, és Alföldi Róbert akkor a Mici Mackóról forgatott egy kis filmet. Filme. Ön volt benne Kanga. Kanga. Hoztam belőle egy részletet. Jézusom. Megnézzük. Azon kikaptam nagyon az Alfölditől. Miért? Nem merem elmondani, mit mondott. Mert elmondta a nagyon pucér véleményét, rideg véleményét. És rossz volt? Nem, nem jó. A Kanga nem jó? Amit nem jól játszottam. Ezt mondta? Ezt, igen. Hát nézzük meg és döntsük el. Igen? Igen. Nem tudom. Van egy Tündéri kettő. Az nagyon őszinte, az nagyon őszinte volt. Szerettem az Alföldit. Nagyon jó, jó rendező volt. Nem lehetett nála a rizéket mondani, ötleteket, mert röviden mindig azt mondta, kuss! Szegész izére, Kálai Ferinek, meg a Tordi Gézdának, meg a Garasdésőnek. Ide figyelj, kuss! Itt a dolgát. Na most ezt nem mondom, de megnézzük? Jó, okay. Ja, hogy kuss! Mikor a hőség rekkenő, eszembe ötlik egy bökkenő, hogy kicsoda, micsoda, s hogy mikor és hova, az akkor és oda. Kedden, ha hull a hó, és fúj a szél, egy hang odafenn sürgetve beszél, ez egy elterelő vers, mert Kanga a versre figyel, és akkor nem veszi észre, amikor malacka beugrik zsebibaba helyére. Hiába kérem a költészet hatalma, és Kanga akkor azt gondolta magában, ha ti ugrattok engem, akkor én is ugratlak titeket. Majd meglátjuk, hogy melyikünk ugrik jobban. Zsebi baba drága, ideje lefeküdni. De előbb megmosakodunk. Biztos vagyok benne, hogy alukálás előtt jót tenne egy frissítő mosakodás. Ugye jót tenne, Zsebi baba drága? Kérem szépen, Kanga, beszéljünk egymással őszintén. Hú! Te csacsi kis Zsebi baba! Nem, én nem vagyok Zsebi baba, nem vagyok, én malacka vagyok! Én malacka vagyok, jó. És még minden tisztul nem szeretek mosakodni! Jó, kedves! Persze, hogy malacka vagy, még a hangját is utánzod. Pancsikálni fogok! Hát tízre! Zsebi baba, kedves! Már tegnap mondtam neked, hogy ha sokat utánzod malackát, majd úgy marad az arcod is, aztán képzelheted, milyen csúnya leszel. Most pedig úrgyi a jó kis vizecskébe. Hé, mi történik itt? Robert Gita! Igen? Robert Gita! Mondd meg Kangának, hogy ki vagyok én. Kanga nem akarja elhinni, hogy én vagyok malacka. Azt mondja, én vagyok Zsebi baba, hát az vagyok én. De nem lehet Zsebi baba, Zsebi babát épp most láttam Nyuszi szomány. Ekkora tévedhettem. Ez nem is volt olyan rossz. Na, ez részletem volt legalább. Jó, hát egy vér csorosja, de hát igen. Mariskával, de édes volt a Mari. Igen. De azért ez egy szokatlan dolog volt, vagy hát a maga, ez egy szokatlan film, hogy eljátsszák a Mici Mackót. A Mici Mackót élveztem arra, képzelje, Darvasival, sorolhatnám ki, volt mi? Mindjárt megnézzük, mindjárt Bodrogi igen. Is szerepel. Bodrogi, Kálai, Garas, nagyszerű társaság volt, nagyon, és nagyon figyelmes volt az Alföldi Robi, tényleg mindenki, mindenkivel, igazán, jól éreztem magamat nagyon. Látom, nagyon szereti Alföldi Robit. Én? Aha. Tehetségesnek tartom. Tehetséges.
vitatható sok minden, most nem akarok erről beszélni, de ennél a munkánál, akkor leszorítva erre a kérdésre, jól éreztem magamat vele. Színházban nem rendezett, lehet, hogyha rendezett volna, akkor más lenne a véleményem. Értem. Hát arról, ha már arról beszélünk. Igen, hogy ebben a munkájában nagyon udvarjas volt, hát csupa ilyen. De elmondja, hogy mit mondott? Annyira érdekes. Mit ő mit mondott magának, ami olyan rossz volt? Az nagyon csúnya volt, nem merem kimondani. Lehet, hogy a Marival való találkozás. Én a Marival nagyon elfogult vagyok a törőkével. Nagyon elfogult, és remek színésznő, és ő kapásból, ért engem. Ő kapásból megoldja a dolgokat. Most találkozik egy ilyen önmagát, emésztő, hogy nem jó, nem így, úgy, úgy. És persze, hogy ilyenkor egy kis előlépett megint ez a, jaj, a Marival való össze. Ez volt a széken. Azért is kérdeztem. Sokat játszottam a törőkével a Nemzetiben, rengeteget. Még egy dolog, én nagyon szeretném, ha szóba jön egy. A Gobbi Hildáról azt mondta, hogy azért volt zseni, azért is, mert nagyon sok területen segített, önöket is behozta. De ezért csinálja ön is? Tehát, hogy valamiféle példaket, tehát ugye a fiataloknak ön is próbál segíteni, elindulni. Ez semmiféle utálás, semmi utánérzés ilyenben nincsen. Semmi azért, mert eszembe jutnak, nem, ez teljesen más. Ahhoz képest, amit a Gobbi Hilda csinált, egy kis miska vagyok, egy csepp a tengerben. Azt a volument, ami ez a nő volt, ért engem, azt az erőt, és hát lehetőségei, óriási lehetőségek voltak, ért engem. Ha ő valamire azt mondta, hogy ezt szeretném megoldani, akkor tárháza volt a dolgok megoldására, ezt is el kell mondjam. Tehát, ha ő otthonokat a Magyar utcába egy palotát kapott, vagy a Ledvai utcába megkapta azt a palot, ért engem, hát azért. Az, hogy én egy, csináltam itt egy díjacskát, megmondom, ez semmi köze, semmi, nincs egy lapon nem említhető a kettő. Ezt vagy adódik valakiben, vagy sem. Ezért is kaptam egy kis lenézést, ezért tudja, hogy persze csinálja, amit nem fog rám maradni a nevem, a Máté Erzsidi, higgy el. Nem lesz, ebből lesz majd valamikor. Megy tovább, itt van egy díj a katonában, ért engem. Erre mondod konkrétan? Erre. Van egy díj, ami azt jelenti, minden évben egy tehetséges fiatal kap 300 ezer forintot. De miért gondolod? És egy vándorgyűrű. Valakinek volt egy nagy okos embernek egy ilyen kicsit lenéző mondata erre, hogy kvázi, mint van nekem ez egy, ért engem, a hiúságomnak legyezne, vagy az utókor fennmaradjon, nem akarom folytatni tovább maga világosan, érti? Nem erről van szó. Az utókor, a jelenkor is már töröl és felejt, nem, hogy utókorról nem is beszélhetünk. Nem így van. Úgyse az lesz majd, hogy Máté Erzsidi, mert 5 perc múlva azt fogják mondani, a színház az egy díjat, mindegy. A lényeg az, hogy kapjon egy fiatal. Hogy miért? Mert fiatalkoromban, meg kell, hogy mondjam, nagyon sok izét kaptunk, ilyen díjakat. Sokat, rengeteget, jó alakításokért a Nemzetibe. Sok-sok izé díj, prémiumok. Tényleg ez volt, meg kell, hogy mondjam, igen. És most kevés van. És kevés, hogy de? Igen, igen. Sőt, az akadémián is van egy ilyen alapítvány. Igen. Ott is van egy ilyen. Az, hogy szeretni, mert ha az 5 percre valami, 5 percre valami jót tegyek, ennyi, nem több. Utókor nincs, jelenkor sincs, nem igaz. Nem vagyok pessimista, de ez. Ez egy nagyon jó. Talán van egy tulajdonság az, hogy ez jobb van. Jobb volt, jobb végszó volt. Ez van. Hát valakinek igen, valakinek nincs, semmi több. Köszönöm. Én köszönöm. De mielőtt befejezzük, én nagyon szeretném bejátszani ugyanebből a Mici Mackóból a végét, mert az gyönyörű, vagy maguk ott ülnek. Igen. Az megható volt, tudja miért, Alinda? Mert a Nóra mellett ültük egymással, a Nóra ott már nagyon beteg volt. Mellett, igen. És mögöttem, nem tudom, a garas kik ültek, és megrázó volt, mert ezek közül már nagyon sokan nincsenek, elmentek. És a Nóri itt van, ő volt a Zsebi Baba. Ő volt a Zsebi Baba, igen. És érdekes módon a Nóra, akivel olyan karcos volt a barátságunk, olyan rossz. Ő nem bírta elviselni az én precizitásomat. Ért engem. Ő lazában kezelte a dolgokat, ő sokkal inkább. Én meg nagyon ragaszkodtam a dolgokhoz, főleg a poénbírozását. Ebből sok problémánk volt, ilyen
kabaré jelenetekben. És a Nóra itt már nagyon beteg volt. Úgy totyogott, mint most már én. És érdekes, a kezét mindig betette a zsebémbe, és akkor azt mondtam ezt a Nóra, kivettem, mondom, Nórikám, soha ennyit nem volt enni a kezed. Ennyit nem fogtam a kezedet, és úgy örülök neki, mindig visszagondolok. Megszerettem nagyon a Nórát. Mondom, nem volt egy mély barátság, őszinte volt, goromba volt, ért engem. De talán ez az igazi, megvertem mondani a véleményét. Akkor most nézzük. Akkor is ott volt a kezem, és akkor mondtam neki, Nóri, mondom, soha ilyen sokat nem fogtam a kezedet. Szegény Nórikám, Isten nyugosztalja. Nem jönnek. Szép. Nem látom ezt a filmet, de ez egy gyönyör ez az álló jelenet. Hát itt már a Kálai, Darvas, Gábori Nóra. Tessék? Nóra. Jó súlyák és öregek voltunk már. Köszönöm szépen, hogy köszönöm önöknek, hogy eljöttek.